leirányzott igéket, olvasom a Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 17-es verstől a 27. versig. Márk evangéliuma 10. rész, 17-es verstől így hangzik Isten igéje. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte ezt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ülj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamissan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és hozd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Istennek országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta neki. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezték egymást közt. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében ezen a vasárnap esti alkalmat. Örülök annak, hogy együtt lehetünk Isten igéje mellett. Nekem ez a negyedik alkalom az Úr kegyelméből, hogy igével szolgálhatok ezen a napon. Szépen, hogy jobb volt a délelőtt együtt lenni, együtt örülni kisgyermeknek, akire az Úr rátekintett, akit hívőszülőknek ajándékozott, jó volt érte és a szülőkért imádkozni velük együtt. Délután már kevésbé volt jó az ebéd után elmenni egy temetésre, ahol hát az történt vele, amit nem kívántam. Ha valakik emlékeznek a múlt vasárnapi temetésre, elmondtam, hogy kifejezetten jó dolog olyan temetésen lenni, ahol azzal lehet vigasztalni a hátramaradottakat, hogy lesz viszontlátás. És ilyenkor megvigasztalódik az ember, ha az Úrban hal meg valaki. És akkor azt is megemlítettem, hogy nem kívánom. Egyáltalán azt, hogy olyan helyen legyek, vagy úgy szolgáljak, olyan temetésen, amikor nem lehet így vigasztalni. De kell azt is elvállalni az ember, hogy evangélium hirdetése miatt. Hát elég hamar megadta az Úr ezt a kegyelmet, hogy azt is tegye az ember, amit nem kíván. Délután kézben egy 35 éves fiatalasszonynak a temetésén kellett szolgálni. Igen, nagy volt a tömeg. Hívő szülők gyermeke, illetve az édesanyja hívő, az megtért, ez a lánya nem. Evangelizációs héten ott volt, de nem döntött az Úr Jézus mellett. Nem tért meg. És azt kellett mondani, hogy igen, ilyenkor van helye a gyásznak és a sírásnak. És ez mind halálig megmaradt. Az édesanyja szívében, a testvérek szívében, még azokéban is, akik az Úrban vannak, mind halálig megmarad ez a fájdalom, ez az éles tőr, mert fájni fog. Elveszítették örökre azt, akit nem kellett volna. A megtér, jön az Úr Jézus az idejében. De lesz vigasztalás nekik is, mert amikor az Úr Jézus eljön, és elragadja az övét, akkor letöröl az ő szemükről minden könnyét. És elfelejtik mindezt, hogy bánat vagy gyász. De addig lehet gyászolni. Lehetett hirdetni Isten igéjét,
hogy amíg tart a kellemes idő, a kegyelmi idő, addig válasszák az emberek az életet. És ne akkor, amikor már nincs kegyelem. Hát az Úr, hogy kárpótoljon engem azért, hogy olyan helyen is kellett lenni, amit nem kívántam, 4 órától Szilágy Péri gyülekezetben evangelizáció befejezés lehettem is. Áll az Úrnak, hogy kiáradtak a lelkem, és voltak megtérők, sírva az okokban, jöttek az Úr Jézushoz, megvallani bűneiket, elrontott életüket, és még most is együtt vannak, azt hiszem, nem lehet abba hagyni az ilyen alkalmakat. Hát kívánom azt, hogy ez az este is legyen az, amikor Isten igéje annyira érthető lesz mindannyiunk előtt, ha akár csak egy ember is van, aki még nem az Úré, és meg nem adta át életét az Úrnak, az megragadja a lehetőséget, és válassza az életet, válassza az Úr Jézust. Ha még nem indult el az Úr Jézus követésébe, induljon el. De legyen az este az is, annak is alkalom, ha valaki megállt a keskeny úton, vagy hátra maradt, vagy meggyengült, erősödjön meg, induljon el újra, és kérjen kegyelmet az Úrtól a mulasztások elfedezésére is, mert a mulasztás is vétel. Felolvasott ige szakasz az üdvösségről, Isten országának elnyeréséről szól, és az Úr Jézus követéséről. A kérdés az volt, amit feltettek az Úr Jézusnak, mit kell tegyen az ember, hogy elnyerje az Isten országát, az örök életet, hogy ott legyen, bemenjen Isten országába. Mit tegyen az ember? És az Úr Jézus megadja erre a választ. Hát a válasz tulajdonképpen az utolsó félmondat, amikor azt mondja, ezt tedd meg, igen, ezt már megtettem, akkor még ez az egy fogyatkozásod van, azután jöjj és kövess engem. Aki az Úr Jézus elkezdi követni, aki az Úr Jézus követője, az elnyerte az örök életet. Aki az Úr Jézus követésében van, az egészen biztos, hogy bemegy az Isten országába. De látjuk ebből a történetből azt, hogy az Úr Jézust követni nem könnyű. Nem csak az emberen múlik, hanem Jézus Krisztuson is. Ha valakinek mondja, hogy jel és kövess engem, akkor az egy nagy ajánlat az ember számára. Ha valaki üdvözülni akar, ha valaki örök életet akar, ha valaki be akar menni Isten országába, kell hallja ezt a hívást. Jel és kövess engem. Ha valaki nem hallja az Úr Jézusnak ezt a hívását, akkor az azt jelenti, hogy nem vonza őt az Atya. És akit nem vonza az Atya, nem is tud jönni Jézushoz. És ha valaki nem jut Jézushoz, nem juthat be az Isten országába. Mert Jézus Krisztus az út az Atyához. Nagy kegyelem tehát, és kiváltság, amikor valakinek az Úr Jézus azt mondja, jel és kövess engem. Nem mondja mindenkinek, és nem mondja mindig, de van, amikor szól, személyre szabottan valakit megkeres, és azt mondja, jöjj és kövess engem, mondta a vámszedőnek, Lévinek, az elindult, követte az Úr Jézus. Szól Péternek, Andrásnak, Jánosnak, Jakabnak, követték az Úr Jézus. Így hívta el mind a 12. Van ez az ifjú, akiről azt olvasunk, hogy elnyerte az Úr Jézus tetszését. Vagy más szóval, az Úr Jézus megkedvelte őt. Hát ez egy nagyon szép bizonyság. Nem akárki volt ez az ember. Az Úr Jézus, amikor ránézett Jeruzsálemre, elfogta a sírás. És biztos nem egyszer volt, ha ránézett emberekre, akkor
nem, hogy jó kedve lett volna, hanem bosszankodott, különösen a farizeusokat, képmutató, írástudókat látok magam körül. Ebben az esetben azt olvassuk, hogy megkedvelte az Úr Jézus ezt a fiatal ember. Miért? Azért, mert ennek az embernek a kérése, vagy a kívánsága őszinte volt. Őszinte volt. Nem mondhatjuk azt, hogy úgy tette fel a kérdést, mint a farizeusok, vagy a választott vezetői, a népnek, a törvénytudók, előjárók, hogy valahogy törbe csalják az Úr Jézust. Ez nem olyan kérdés volt. Ez egy őszinte kérdés. Ezt az embert nem kényszerítette senki arra, hogy az Úr Jézushoz menjen ezzel a kérdéssel. De azt is mondhatjuk, ennek az embernek nem volt olyan nyomorúsága, ennek az embernek nem volt olyan betegsége, ami az Úr Jézushoz vitte volna. Mert nagyon sok embert a betegsége, a nyomorúsága, a baja vitt Jézushoz. Vagy vitték az ilyen embereket Jézushoz. Ez az ember teljesen önként, önszántából jön Jézushoz, mert foglalkoztatja ez a kérdés. Hát miért foglalkoztatta ezt az embert ez a kérdés? Meg volt neki minden egészsége, volt, tisztelte atyát, anyát, voltak, éltek a szülei, a vagyona volt, a vagyonához jó lelkiismeret társult, mert nem lopta a vagyonát, nem károsított meg senkit, tehát nem csapott be senkit, nyugodtan tudott emiatt aludni, hát lehet, hogy ma is annyitóval kell keresni az ilyen gazdag embereket a mai világban, akik így tudnak aludni nyugodtan a nagy vagyonuk mellett, mert nem mindenki tudja elmondani azt, amit ez a fiatal ember. Vallást tett arról, hogy rendben van az élet. Törvény szerint ő vádolhatatlan. Megtett mindent, amit a törvény mondott, illetve őrizkedett mindattól, amit a törvény tiltott. Na egy ilyen ember, akinek jó lelkiismerete van, nem beteg, akinek gazdagsága, vagyona van, hát mi hiányzik még? Hát az, hogy ez mindig így maradjon. Mert ha a halálra gondolt, ez az ember akkor azt gondolta, egyszer ennek végez, ennek a jó lét. És ha valaki egyszer a jót megkóstolta, ha valaki egyszer jó állapotban van, úgy érzi, hogy békessége van, nyugalma van, egészséges vagyona van, az azt szeretné, hogy ez mindig így maradjon. Na de ez az ember, amikor elnézett a haláli, akkor azt gondolta, a halállal egyszer vége szakad ennek a jólétnek. És mi lesz azzal a vagyonnal, ami itt van, amit én kezelek, ami nekem adatot, mi lesz? Hát jó lenne az örök élet, hogy mindig így legyen. Jó kívánsága volt neki az örök élet? Igen. Ő már annyi mindent megnyert az életben. Megnyerte, hogy egészséges legyen, megnyerte a szülők szeretetét, biztos, mert amelyik szülők tiszteli a gyermek, az a gyermeket is nagyon szereti a szülő, nagyon ragaszkodik hozzá. Biztos, hogy az örökséget is ráhagyták. Nem sajnálták tőle. Megnyerte a jó lelkiismeretet. Valószínű, megnyerte még mások jó indulatát is. Ez a történet három evangélistánál is le van jegyezve. Azt jelenti, hogy nagyon fontos. Egyik helyen úgy olvassuk, hogy ez egy köztiszteletben álló ember volt. Megbecsült ember volt. Hát mások jó indulatát, mások tiszteletét is kivívhatta. És elnyerte még az Úr Jézus jó indulatát is. Nem? Nem nagy dolog ez egy ember? Nem sokkal jutott? Hát persze, hogy szerette volna elnyerni az örökét. Mert ilyen az ember. A gazdagsággal kapcsolatosan is, akinek sok pénze van, szeretné még több legyen. Mindig több legyen.
ha valaki megnyert úgymond mindent ezen a földön, de nincs örök élete, természetes a kívánság benne, a óhaj, nagyon erős a hiányérzet, hogy azt is meg kellene nyerni. Na ezért mondjuk, hogy őszinte kéréssel jött az Úr Jézushoz. Őszinte vágy volt benne arra, hogy elnyerje az örök életet. És megadja az Úr Jézusnak a tiszteletet, azt mondja, jó mester, mit cselekedjek? A megszólítással is már meg akarta ágyazni a terepet arra nézve, hogy az Úr Jézus valami jót mondjon, valami olyat mondjon, ami számára is üdvözítő megoldást jelent az ő kérdésére. Ha én tisztellek téged, te is fogsz tisztelni engem, gondolta Nikodémus is. Hát így jött ez az ifjú és az Úr Jézus, az jó mester. Miért mondasz engem jó? Mi a jó te szerinted? Az Úr Jézus aztán rátér arra, hogy megválaszolja ezt a kérdést. A törvény tekintetében lehet, hogy te jónak számítasz. Mert azt mondta ez a fiatal ember, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Igazat mondott? Mert ha az előbb azt kérdeztük, hogy őszinte volt a vágy, igen, mindenem megvolt, és mégis valami hiányzott. Örökké tartsa az élete. Igazat mondott? Egészen biztosan, mert az Úr Jézus, amikor ránézett, akkor meg is vizsgálta. Ha hazudott volna, ha valami kis hiba lett volna az ő válaszában, nem úgy tisztelte volna a szüleit, vagy meglopott volna valakit, vagy megkárosított volna valakit, vagy parázna élete lett volna, az Úr Jézus azonnal megmondta volna neki, ugyanaz, mint a samáriai asszonynál. Emlékszünk, ugye? Megmondta, hogy hány férje. Igazad. Na ezért is volt kedves az ő szemben. Itt van egy ember, őszinte, vágyal, nem hazudik, becsületes, igazat mond. Hát adjuk meg neki a lehetőséget. Hát kinek, ha nem, adjuk meg a lehetőséget, hogy elnyerje az örök életet. Hogy kövessen engem. Na ez az ember aztán követhet engem. Az Úr Jézus, ha megadta a lehetőséget, zárkósnak. Ha megadta a lehetőséget más bűnös embereknek, hogy elnyerjék az örök életet, hogy üdvösségük legyen, hát miért ne adta volna meg ennek is? Mert az Úr Jézus nem személyválogatott. Nem lehet azt mondani, hogy csak ennek, vagy csak annak. Hogy csak a szegénynek, de a gazdagnak egyáltalán nem kínálja az üdvösséget. Nem. Nem személyválogatott. Az Úr Jézus segíteni akar. Na, figyelj, őszinte a vágyad. Igazat mondasz. Van egy dolog, ami még kell az én követésemhez. Hogy mindaz, ami a tiéd, arról mondjál le. A gazdagság. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy ezt és ezt a bűnt hagyd el. Hanem azt, ami jó volt, neked az élet, aminek talán örültél, ami nem bűn. Ami sok örömet okozott, vagy ami a kényelmedet megalapozta, na azt hagyd el. Add el! Ne csak úgy, hagyd el, hogy aztán majd visszamehess hozzánk, add el, oszd szét, hogy ne lehessen majd visszamenni. Örökre mondjál le! Ha te örök életet akarsz, akkor örökre mondjál le azokról a javaidról, amelyek a tiéd, és kövess engem. Nem tudom, hogy mekkora volt ennek az ifjúnak a vagyona, de úgy olvassuk, hogy igen sok pénze lehetett, igen gazdag lehetett. Az Úr Jézus elég sokra tartotta a belépőt a tanítványi körbe, ugye?
milyen sokat kellett volna ennek a gazdagnak fizetni. Másnak nem kellett semmit. Ígyen vehetett. Nem érdekes? Hát de azok is el kellett adjanak hajót, hálót, vámszedő asztalt, úgymond egzisztenciát. Vagy akinek semmilyen sem volt, hát akkor persze, hogy indulhatott az uniós követésébe. Gondolhatná valaki, lehet, hogy a keveset könnyelve elveszi az új Jézusért. Nem biztos. De hogy a sok az nagyon nehéz, látjuk, hogy biztos. Akinek sokat adtak, sokat követelnek. Akinek keveset, keveset. Ismerős ez az igény. És akinek sok van, az nehezen tud lemondani a sokat. Az Úr Jézus követése pedig nem megy másképp, csak az ember leszámol mindennel. Mindennel. Figyeljük meg, azt mondja az Úr Jézus neki, menj add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Megnyugtatja ezt a fiatal embert, az nem fog elveszni, amiről lemondasz, csak átteszed a mennyei valuta, átkonvertálod mennyei valutára. Tehát az Úr Jézus ugye, milyen jót kínál ennek az ember? Nem kell elveszítsed, ami van, hanem jutalmad lesz a mennyben, követhetsz engem, és majd élvezheted a mennyben mindazt, amit gyűjtöttél ezen a földön. Mennyei kincset. És ez az ifjú megszomorodva megy el. Megszomorodva ment el az, akiben őszinte volt a vágy, aki igazat mondott, és aki az Úr Jézus tetszését is elnyerte. Na, hogy is van akkor ez a mai időben? Kié az örök élet? Ki nyerje el az örök életet? Kinek lesz mennyei otthona? Hát aki a bűneit elhagyja. Ez természetes, mondjuk még. De nem csak a bűneit elhagyja, hanem még magát is meg kell tagadni. Mert ezt is mondja az Úr Jézus. Aki én utánom akar jönni, tagadja meg magát. Naponként vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Na, más szavakkal, de ugyanezt mondja az Úr Jézus ennek a gazdagnak, hogy mit jelent az önmegtagadás. Mert erről volt szó, hogy ez az ember, aki őszinte volt, aki igazat mondott, aki jónak látszott a törvény betűje szerint, nem volt benne hiba. Ez az ember tagadja meg magát. Amit eddig jónak látott és szerette volna, hogy örökké tartson, na, az zárja le. Mint ahogy Pál apostol ez bizonyságot erőt, kárnak és szemétnek ítéltem mindent Krisztusért. Na, tagad meg. El tudod hagyni? Az ember nem tudta elhagyni. Úr Jézus pedig elmondja a tanítványainak és a körülötte álló sokaságnak, lám-lám, milyen nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. Milyen nehezen mennek be azok, akiknek sok van. Milyen nehezen mennek be azok, akik jónak tudják magukat. Akik becsületesen élnek, akik igazat mondanak, akik őszinték, akik nem lopnak, akik nem káromkodnak, nem károsítanak meg senkit. Milyen nehéz az ilyeneknek magukat megtagadni. Miért? Mert egy bálványt kellene összetörni. Ők maguk, amit felépítettek, önmagukat, a bálványt össze kellene törni. De az ilyen emberek annyira szerelmesek magukba, hogy nem képesek kiábrándulni. Az Úr Jézus Krisztus pedig nem lehet másképp követni, csak ha ő az első. Ha ő mindennél több, ha őt szereted a legjobban, ha kész vagy érte mindenkit elhagyni. Apját, anyját, testvéreit, rokonait, elhagyja az ember, csak hogy az Úr Jézushoz ragaszkodjon. Nem beszélve a vagyonról. Nem arról van szó, hogy a pénz vagy az anyagi eszközök káros dolgok.
vagy hogy de lehetne azokat jobbra használni. Pontosan arra buzdította az Úr Jézus. Add el a vagyonokat, oszd szét a szegények. Kincsed lesz a mennyben, és kövess engem. Ha mi lehetett volna ebből az ifjúból? Egy tanítvány, egy apostol, mint ahogy Pál apostolról is el lehetett mondani, hogy a törvény tekintetében fedhetetlen ember volt. Egy nagy tudású professzor. És amikor az Úr Jézussal találkozott, az Úr Jézus megadta neki a lehetőséget, hogy az ő követője lehessen, akkor Pál megharcolta, amit meg kellett harcolni, és kárnak és szemétnek ítélte mindazt, amit addig jónak tartott. Mert semmi jó dolog nincs ezen a világon Jézus Krisztuson kívül. Isten mindent őreáll nézve teremtett és alkotott. A teremtett világban, ami jó dolog van, az is csak az Úr Jézus miatt van. Ha valaki Jézus Krisztus nélkül, az ő követése nélkül akar jó dolgokat cselekedni, jó dolgokat felmutatni, nem megy vele sokra, csak a pokolba. Az Úr őrizze meg mindannyiunkat attól, hogy bármi jobb legyen, bármi kívánatosabb legyen, bármi drágább legyen számunkra Jézus Krisztusnál. De lássuk meg, hogy az Úr Jézus követésének ez a feltétele. Tagadd meg magadat! Ami legjobban a szívedhez nőtt, attól válj meg! És visszatérve a bizonyságra, amit elmondtam az elején, én úgy gondolom, hogy ez is próbatétel és tulajdonképpen az Úr neveléséhez hozzátartozik, hogy az Úr nevel engem. De amiről kijelentem, hogy hát nem szívesen csinálom, meg nem kívánom, na pronta azt, akkor láss, megteszed. Mégis. Ami nem tetszik neked, amitől irtózol, na miattam megteszed? Vagy ennek az ellenkezője, ebből a történetből, ami a legjobb neked, akihez vagy amihez a legjobban ragaszkodod, le tudsz mondani róla? Miatta? És ha azt mondod, hogy nem, akkor nem ő fog megszomorodni, hanem te fogsz örökké szomorú maradni. Ha viszont azt mondod, mindenről kész vagyok lemondani, én engedelmeskedek neked, Úr Jézus, nekem semmi sem olyan drága, hogy ne tudjak megválni tőle, hogy a te követőd legyek, na akkor mindent megnyersz az Úr Jézusban. Barátod, rokon, testvér, mindent pótol az Úr Jézus Krisztus. Sokszorosan adja meg! Mi a pénz? Mi a vagyon? Egyik nap van, másik nap már nincs. Az utolsó napon nem az számít, hogy mekkora volt a bankbetéted. Nem az számít, hogy hány lakás volt a neveden. Nem az számít, hogy milyen sok jót cselekedtél. Hanem az, hogy követője voltál az Úr Jézusnak. Mert ha követője voltál az Úr Jézusnak, akkor lesznek jó gyümölcsök. Akkor boldogan fogod hozni az Úr elé a kérvényeket. Valaki nem az Úr Jézus követője. Lehet akármilyen becsületes, lehet akármilyen igaz, lehet akármilyen jó lelkiismerete, hogy ő nem bántott meg senkit, és nem károsított meg senkit. Az Úr Jézus azt fogja mondani az utolsó napon, hogy soha se ismerte. Azt mondja az Úr Jézus, ami embereknél lehetetlen, Istennél az lehetséges. Egy olyan képet használ azokra, akiknek a vagyon a szívükhöz nőtt, ami majd, hogy nem a lehetetlenség kategóriája. Többféle magyarázat is van arra nézve, mit kell az alatt érteni, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Vannak, akik azt mondják, hogy volt egy olyan kapu, egy olyan szűk kapu Jeruzsálemben, amit a tűfokának neveznek a falon, és a teve csak úgy tudott átmenni, ha letérdelt. Térdelve tudott azon a kapun bemenni.
hogy ezt a képet használta az Úr Jézus. Megint mások azt mondják, hát valószínű, hogy nem is tevét kell igazán érteni a kamer szó alatt, a görög szó mást is jelent, mint ahogy a magyarban is van egy-egy szónak több jelentése, hanem hajó kötelet. És a hajó kötelet, ugye, ami elég vastag, hát azt könnyebb a tűfokán átfűzni, mint hogy a gazdagnak Isten országára bemenni. Bármelyik magyarázatot is vegyük, vagy pusztán szó szerint értsük, hogy egy tevének a tűfokán, hogy hogyan mehet át, értsük meg, hogy az Úr Jézus azt akarja mondani, hogy emberileg majdhogy nem lehetetlen. Sőt, később azt is mondja, hogy embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. De nem lehetetlen a gazdagnak üdvözülni. Azt mondja, mi nehezen mennek be az Isten országába a gazdag. Mi nehéz megválni a nagy vagyontól. Úgyhogy senki se törekedjen arra, hogy nagy vagyona legyen, mielőtt megtérne. Ha már megtért, és az Úr ad neki, akkor tudja, hogy kell azt használni. Tudja, hogy kell mennyei kincseket gyűjteni. De ha valaki még nem az Úr követője, legalább ennyire legyen elővigyázatos, ha ismeri ezt az igét, hogy ne halmozza a gazdagságot, mert csak a köteléseket tekeri maga körül. Megkötözi magát, mind jobban és jobban. Nehezebbé és nehezebbé teszi azt, hogy Isten országába bejusson. Olyan drága és olyan szép azért az Úr Jézusnak ez a kijelentése, ami reménysugarat ad még a leggyászosabb percben is, és a legnehezebb esetben is lehet alkalmazni, ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. És nem tudom, hogy az ifjú találkozott-e még az Úr Jézussal. Lehet valaki azt mondja, hogy nem találkozott, mert elment megszomorodva. De én azt is el tudnám képzelni, hogy Jóisten megkönyörült rajta, és csődbe ment. Elvette minden gazdagságát. Csak azért, hogy meg tudja térni. Mert Istennél minden lehetséges. Még ez is. Hogy az a gazdag ember, aki nem képes a vagyonáról lemondani, hogy Isten elveszi egyik pillanatra a másikra. Csak hogy legyen egy szerencsétlen, egy nincstelen valaki, és ráébredjen arra, hogy Isten az, akit ő függ az élet. És ha van olyan valaki, aki nem képes a szerelméről lemondani az Úr Jézusért, nem képes a barátairól lemondani az Úr Jézusért, az is kegyelem, az Úr elveszi. Megszűnnek ezek a kapcsolatok. Csak azért, hogy az illető egyedül maradjon, csak azért, hogy az illető rádöbbenjen arra, hogy mindaz, amihez ragaszkodik, milyen mulandó. És hogy kár ragaszkodni a mulandóhoz, a halandóhoz, amikor az örökkévalót kínálja Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr Jézus azt mondja neked, gyere és kövess engem, ne gondolkozz azon, hogy ez mibe kerül. Vállald bármibe kerül. Légy kész mindenről lemondani. Csak az Úr Jézus követője lehess. Ha nem teszed meg, az Isten adhat még kegyelmet úgy, ahogy említettem, hogy elveszi többet azokat. És akkor azt kívánjuk, hogy akkor vegye el. Ha te nem tudsz lemondani, a te érdekedben mindentől szabadítson meg, csak hogy elindulhass az Úr Jézus követésébe. Csak hogy elnyerd az örök életet. És ne kelljen örökké gyötrődnöd a kározatot. Úgy gondolom, hogy akik az Úr Jézus követésében vagyunk, azt tudjuk mondani, hogy nem a mi érdemünk. Az, hogy az Úr Jézust követhetjük, az, hogy el tudtunk szakadni ettől a világtól, hogy meg tudtunk szabadulni nem csak a bűneinktől, hanem azoktól a jó dolgoktól is, amelyek akadályoztak volna minket az Úr Jézus követésében, ezt Isten végezte el. Isten könyörült rajta. Ami lehetetlennek tűnt előttünk, Isten azt megoldotta. Nem olyan rég ezzel a történettel fejezem be,
Volt egy fiatal lány, aki szerette volna az Úr Jézust követni. De volt neki egy barátja. És attól félt, hogyha az Úr Jézust követi, elveszíti a barátját. Megszakad a kapcsolat. És nem indult el az Úr Jézus követésében. Szeretett volna, de nem indult el. Két hét múlva a barátja faképnél hagyta. És a legnagyobb fájdalma az volt, már jött volna az Úr Jézushoz, szeretnék megtérni, de most nem érzem, hogy szól hozzám az Isten. Tudom, hogy akkor kellett volna, de most olyan nagy ez a fájdalmam, úgy be vagyok csapva, olyan nagy csalódásom van, emiatt csak nem akarok Istenhez jönni, mert ez nem az igazi szomorúság. Ez nem az a bűnbánat lelke, amit akkor tapasztaltam, amit akkor kellett volna megtegyek és elfogadjam. Hát az Úr adjon neki kegyelmet, adjon neki gyógyulást, szerelmi csalódásából is tudjon megtérni. Amikor az Úr Jézus azt mondja, jel és kövess engem, ne legyen senki kedvesebb, ne legyen senki jobb, ne legyen senki drágább. Indulj és kövesd őt. Amen. Amen.